Norbi, meccs közben azon járt az agyam, hogy esetleg együtt néztétek a héten a Liverpool Dortmundot, végül is aztán a végjáték mást hozott. Hogyan értékelnéd ezt a nem éppen hétköznapi mérkőzést? Hát biztos, hogy nem az volt. Én hát a, innen közelítjük meg, akkor egy kicsit hasonlíthatott volna rá tényleg a végjáték. Sokszor benne voltunk a meccsbe, én úgy gondolom ma. Amikor lélektani fölénybe tudtunk volna kerülni, ugye mindig hátrányból jöttünk föl, nagyon gyorsan visszaadtuk ezt az előnyt, és megint kapaszkodni kellett ugye az eredmény után. Kicsit jobban koncentrálunk a végén, szerintem akkor jobban jöhettünk volna ki a végjátékba. Nyilván együtt mentetek be az öltözőbe, hogy látod az arcokon most ez a 4-4 körülbelül, hogy csapódik le a srácokon? Hát ilyen felemás érzések vannak. Nyilván azért mindig ugye egyfolytában vert helyzetből álltunk föl, ez nagyon nagy dolog, én úgy gondolom. Amik igazán nagy lehetőségünk voltak, és ma tényleg sok volt, abból nem nagyon tudtunk gólt rúgni. Tehát azokból szereztük a gólt, amik nyilván azok is szépek voltak, de nem ezekből kellett volna gólt rúgni. Hát én azt mondom, hogy igazából azért csalódottak vagyunk egy kicsit. Viszont így helyzetek alapján, meg ha onnan nézzük meg, és pozitívan próbáljuk hozzáállni a dolgokhoz, akkor azt mondom, hogy ennyiszer fölálltunk, nem kaptunk ki, baj a mögöttünk maradt, nem rossz az eredmény. Jön most ugye két olyan mérkőzés, ami inkább az alsóházi csapatok ellen következik, utána jön majd ugye a Tisza-Kécske elleni meccs, hogy sikerül majd ebben az időszakban felkészülni ezek. Most talán különösebb jelentőség nincs annak, hogy hátul szerepel egy csapat a tabellán, azokat a meccseket is meg kell nézni, meg az eddigiek nem az bizonyították, hogy olyan könnyű meccsek lennének ezek, úgyhogy nyilván fölkészülünk rendesen arra. Igen, utána jön a Tisza-Kécske, hát még nagyon messze van, meg az előttünk lévők is most kezdenek egymással játszani, úgyhogy meglátjuk, hogy fogunk majd ebből kijönni. Szurkolók szép számmal ellátogattak. Nagyon örülünk neki, hogy itt voltak, egyébként is buzították a csapatot, úgyhogy hát remélem, hogy egyre többen kilátogatnak. Köszönöm.